Jó, Drebi vagyok, és a TechBetyát nézitek. Az IFA legizgalmasabb és legvártabb készülékét mutatta be az LG, az LG V30-at. Íme pár gondolat, miért is olyan izgalmas ez a telefon. Először is nem biztos, hogy ismeritek az LG V szériáját, mivel elég korlátozott országokban volt eddig kapható, meglátjuk, most változik-e. Tömören a G széria felett helyezkedik el, tehát mindenből a még jobbat kapjuk. Az előző generációs V20-hoz képest még kisebb peremeket kapunk, és egy 6 incses kijelzőt egy kisebb házban, és a hátlapon egy átdolgozott kamerát. A kijelző valami elképesztően jól néz ki. Egy kiterjesztett dinamika tartományú HDR kijelzőt kapott, aminek a fekete még feketébb, a fehér pedig még fehérebb. A ház nagyon vékony, de mégis meg tudták oldani, hogy ütésálló legyen valamilyen szinten. A teljesítményben megkapta az idei Standard Snapdragon 835-öt, és emellé egy 3300 mAh-es akkumulátort kapunk, ami biztosítja a röccenésmentes élményt. Na de, ami miatt érdekes az a telefon, hogy rengeteg már-már félprofi kamerás funkciót kapunk. A hátlapon frissült a kamera, egy 13 megapixeles nagy látószögű lencsét kapunk f1.9-es rekesz értékkel, ami jónak számít, de sajnos nincs ebbe optikai képstabilizátor. De nem úgy, mint a standard lencsébe, amiben egy 16 megapixeles f1.6-os lencsét kapunk. Jól hallottátok? f1.6-ot! Ez már optikai képstabilizátoros, tehát a kamerákkal biztosan jó felvételeket tudunk készíteni félhomályban is. És ha már videózásról van szó, 15 féle különböző szűrőt kapunk, amikkel mozi felvétel hatást érhetünk el. Ezeket mindenképp ki szeretném próbálni, mivel nagyon jól hangzanak, és sajnos csak pár felvétel erejéig tudtam ezt kipróbálni. Három színnel indult a paletta, levendula, ezüst és kék, de a V30 Plusnál pedig bővülni fog egy fekete színnel. Magyarországi megjelenésről és árról még nem tudunk, de remélem nektek tetszett ez az első benyomásos videó az LG V30-ról. Ha szeretnétek plusz tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok be ezt a videót, hagyjatok egy kommentet, és Facebookon és Instagramon megtaláltok minket TechBetyár néven. Én Drebi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!